szabás minta készül a Teleki Blanka szakiskola tanműhelyében. Rendeződni látszik a stílruhagyár helyzete, ezért egyre nagyobb igény mutatkozik női szabókra és ruhaipari technikusokra. Ezek a szakmák is megtanulhatóak a szakképzési centrumok által hirdetett képzések között, a jelentkezési adatok alapján van is igény rájuk. Érdekes jelentkezések vannak. Van köztük diplomás, van gyeses, van, aki váltani szeretne, és van olyan, aki lemorzsolódott valamilyen oknál fogva annak idején az oktatásból, és most úgy érzi, hogy mégiscsak egy szakma az jelenti a biztonságot. A július 1-jével megalakult szakképzési centrumok célja, hogy a hazai szakképzés jobban alkalmazkodjon a munkaerőpiaci igényekhez, megszűnjenek a párhuzamosságok és nagyobb hangsúlyt kapjanak a hiány szakmák. Az egyik ilyen szervezet Szombathelyen a műszaki, a másik pedig a szolgáltatási szakképzési centrum, ez utóbbi 5 iskola tevékenységét fogja össze. Idén szeptembertől nagyobb hangsúllyal jelenik meg a felnőtt képzési profil ezekben az intézményekben. Mint ismeretes, a második szakma tanulása esti vagy levelező tagozatos formában ingyenes lett. Így lehetősége van bárkinek egy új szakmát elsajátítani. Van még tanulószerződés kötésére is lehetőség, tehát amikor duális képzésben folyik az oktatás. A jelentkezési adatok alapján a meghirdetett szakmák közül a női szabó és a ruhaipari technikus mellett legtöbben az eladó, a villanyszerelő szakmákra jelentkeztek, de valószínűleg elindul például a szociális gondozó ápoló képzés is. A most meghirdetett képzéseken az érettségi megszerzésére is lehetőség nyílik. Nagyon meglepődtünk, hogy legjobban az érettségit adó képzésekre jelentkeztek. Tehát olyan jelentkezőink voltak, akik már egy szakmával minimum rendelkeztek. Esti és levelező tagozatos képzésekről lévén szó, az oktatás nem jelent mindennapos elfoglaltságot a résztvevőknek, a munka mellett is nyugodtan teljesíthetők. Részben a nappali tagozatosok tananyagával találkoznak majd a tanulók, a duális képzésben résztvevők pedig cégeknél is gyakorlatot szerezhetnek.